9 milliárd forintos beruházás kezdődik, egy éves a kupakgyűjtőpont Karcagon. Kezdetét vette a kisújszállási úti kerékpárút felújítása, folyamatosan fejlődik megyénk. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 31-én 18 óra 5 perckor. Kilenc milliárd forint kormányzati támogatásból megújul a Karcagi Ligetúti Sporttelep és Szabadidőközpont. Az alapkő letételenev Kovács Sándor országgyűlési képviselő arra kérte a jelenlévőket, jól nézzük meg a focipályát, hiszen néhány hónap múlva a felújítás után csak emlék lesz a jelenlegi sporttelep. Ennek a csodás városnak lesz egy csodálatos sportlétesítménye. Egy olyan sportlétesítménye, ahova jó lesz kijönni, sportolni, ahol jó lesz a sportéletet elkezdeni, és jó lesz nekünk is szurkolni, kijönni. Mert jó erre a régi sportpályára kijönni, szurkolni a jó csapatnak, mert a karcagi foci csapat is egyre jobb lesz, köszönhetően főleg az itt lévő fiataloknak, és azoknak a szülőknek, akik idehozzák sportolni a gyermekeiket, és jó lesz sportolni, és jó lesz szurkolni jövőre, utána való évben, és amikor meg lesz az új sportlétesítmény, akkor bízom benne, és célkitűzésként elmondhatjuk úgy, hogy látom, hogy bólogatnak itt sokan a szakosztályban, egy MB3-as foci csapatnak tudjunk szurkolni, és hát hogyha lesz egy MB3-as futballcsapatunk, lesz egy csodálatos sportlétesítményünk, amely nem csak a futballistáknak, hanem azoknak a sportot szerető embereknek is, akik csak kikapcsolódni járnak ide, akik csak hobbiszerű tömegsportot űznek, azoknak is csodás lesz. Szepesi Tibor polgármester maga is 1976-tól számolja a Ligetúti pályán töltött éveit, akkor jött ide az első atlétika edzésre, aztán egy életre itt maradt. Ahhoz, hogy 40 év távlatából a mai fiatalok is megtapasztalhassák, hogy mi mindent adhat egy sportpálya, hogy milyen életre szóló emlékek fűződhetnek egy jó eredményhez, egy edzéshez, a csapattársakhoz, ahhoz először is jó pályák kellenek. Ehhez pedig fejlődés kell. A mai kor követelményeinek megfelelő sportpályák, kiszolgáló helységek szükségesek. Ehhez a fejlődéshez kaptunk most lehetőséget Magyarország kormányától. Egy lehetőséget, melyek a terület teljes megújulását, a karcagi sport infrastruktúra hihetetlen fejlődését, megújulását fogják szolgálni. Talán önök is emlékeznek arra, hogy nem olyan régen a Városházán tartott sajtótájékoztatón Varga Mihály pénzügyminiszter úr jelentette be a Ligetúti Sport és Szabadidőközpont felújításának tervét, előkészítését. Az akkori bejelentést követően szinte hipersebességgel kezdődtek a tervezési és előkészítési munkálatok. Nagyon sokan, nagyon jól és nagyon gyorsan dolgoztak azon, hogy ma itt lehessünk. És az alapkő letétele után megkezdődhessen a munka. Varga Mihály pénzügyminiszter úgy vélte, a sportkomplexum pályáin a karcagi sportolók örömöt és dicsőséget hoznak majd szüleiknek, csapatuknak és a szurkolóknak. A dolgoknak minőséget kell adni. Jó ez a pálya, szép ez a lelátó, élményeink, emlékeink fűződnek hozzá, de 2022-t írunk. És hogyha nem javítunk ennek a pályának a minőségén, ha nem javítunk a hozzá csatlakozó részek minőségén, akkor ez a pálya szép emlékeket fog sokunk számára tartalmazni, de nem lesz vonzó azoknak a gyerekeknek és fiataloknak, akik azon gondolkoznak, hogy maradjanak-e otthon egy számítógépes játék előtt, és játszanak a barátaikkal, az online rendszer lehetőségeit kihasználva, vagy összepakoljanak és kijöjjenek edzésre, és az edzésnek a szépségét, keservét éljék újra. Hát ha azt akarjuk, hogy a szülő is örömmel jöjjön ki ide, és amíg a gyerek edz, addig le tudjon ülni, meginni egy kávét, egy üdítőt, vagy bármit, akkor erre a minőségre oda kell figyelnünk. Úgyhogy örülök annak, hogy Karcagváros önkormányzata
meghozta azt a nagy jelentőségű döntést, hogy belekíván kezdeni ebbe az átalakításba. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő szerint a fejlesztés illeszkedik a város Erzsébet-ligetben zajló építkezéseihez, amelyek a gyermekek és felnőttek számára egyaránt magas színvonalú szolgáltatásokat biztosítanak majd sportolásra, kikapcsolódásra. Amikor a focipályának a helyét kijelölték, ide került a szabadidő hasznos eltöltését gyógyulás biztosító strandfürdő, annak később a megújítása is megtörtént, a fejlesztések, az uszoda megvalósult. Most a milánói pavilon, ami egy kulturális konferenciaközpont, egy művészeti központ tud lenni, kivitelezése zajlik a közelben. Itt a háttérben lovaspálya, tartalék focipálya található, pumpapálya, tehát biciklis ügyességi pálya, és más létesítmények is hamarosan elkészülnek az Erzsébet-ligetben. És hát itt vagyunk a centrumban, ennek a résznek a legfontosabb létesítményénél, de hogyha itt a erdő fele nézünk, ott pedig lomkorona tanösvény, erdélyi futópálya, tornapálya várja azokat, akik szeretnének sportolni vagy kikapcsolódni. Tehát egy olyan létesítmény együttes bontakozik itt ki a szemünk láttára, újul meg és fejlődik, amellyel kevés alföldi város dicsekedhet. Egy helyen könnyen megközelíthető, könnyen megtalálható helyen fog. Néhány év múlva, amikor elkészül, ez egy-két éven belül meg lesz, magas színvonalú élményt és szolgáltatást nyújtani mindenkinek. Az alapkő letétel előtt Szepesi Tibor tiszteletbeli KSMS-t adott át Varga Mihály pénzügyminiszternek. A Nexus Egyesület által Karcag főterén felállított kupakgyűjtő szív egyéves fennállásának alkalmából újabb kupakok kerültek elhelyezésre Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő hozzájárulásával. Ahogyan Ökrös Dávid, a Nexus Egyesület elnök elmondta, nem csak városunkban örven nagy népszerűségnek a kupakgyűjtőpont, hanem a környező településekről is sokan veszik igénybe ezt a lehetőséget. A eddigi tapasztalatok azok, hogy több mint fél tonna műanyag kupak gyűjt össze az elmúlt egy évben, hiszen ezen a héten ünnepli az egyéves évfordulót a kupakgyűjtő szív. Azóta nagyon sok településről, tehát nem csak Karcagról, hanem Karcag 30 km-es ugorú környékéről is érkeznek ide emberek, fiatalok, idősebbek pont azért, hogy egyrészt megnézzék magát a kupakgyűjtő szívet, másrészt pedig, hogy egy hasznos, egy közösségi ügyben vélnek részt, hiszen az itt összegyűjtött műanyag kupakokból összegyűjtött pénzadományokat a Karcagi Mentőszolgálat Alapítvány számára juttatjuk el, mint azoknak a rászorulók részére, akik igénylik az így összegyűjtött pénzadományokat, és Karcagi Nagy Zoltán képviselő úrra pont egy ilyen nemes ügyet szeretnénk képviselni, egy a kupagyűjtő szívnek az első évforduló alkalmából. Karcagi Nagy Zoltán önkormányzati képviselő rámutatott a kupakgyűjtés fontosságára, vagyis arra, hogy az értékes műanyag ezáltal nem szemétként végzi, hanem újrahasznosításra kerül. Az összegyűjtött kupakokat mi is bedobjuk ide a kupakgyűjtő szívbe, hiszen hogyha belegondolunk, hogy ez mi mindenre jó az összegyűjtött kupak, ugye elszállítják, ez különböző kezeléseknek veszik alá, hőkezelés, vedarálás, stb. És egy másodlagos nyersanyagot nyernek ezáltal, ami egy roppant értékes termék. Ebből készíthetnek például műanyag dolgokat, vedreket, locsolókat, spalettákat, lapátokat, kis poharakat, stb. És tulajdonképpen ezek már ugye eladható, értékes árucikkek, és ezen kívül még azt szeretném elmondani, hogy különböző szervezeteket, rászorulókat szoktak ezzel, esetleg betegeket szoktak ezekkel a bevételekkel támogatni, és ehhez feltétlenül szerettünk volna mi is hozzájárulni, így a Nexus Egyesület elnökével, Ökrös Dáviddal, és hát jól magam is, aki lelkes kupakgyűjtő vagyok. Kezdetét vette a Kisújszállási úti kerékpárút felújítása. Karcagon a kivitelezői szerződés aláírása után kezdetét vette a Kisújszállási kerékpárút kivitelezési munkái. Szepesi Tibor karcagváros polgármestere elmondta, hogy egy régi vágya válik valóra a karcagi lakosoknak, hiszen kezdetét vette a Kisújszállási úti kerékpárút felújítása, amely várhatóan néhány hét eltelte után lesz birtokba vehető. Régóta terveztük és ígértük Karcagváros lakosságának, hogy mihelyis lehetőségünk adódik arra, elsősorban a tervek elkészítése, illetve a kivitelezésnek az anyagi forrásának a megteremtése. Tehát mihelyis lehetőségünk lesz arra, azonnal elkezdjük a Kisújszállási úti kerékpárút felújítását.
Boldogan jelentem, hogy itt állunk az út végén, és kezdődik a felújítás, tehát várhatóan néhány héten belül megújul a Kisújszállási úti kerékpárút, hasonlóan a város többi kerékpárútjához. Természetesen a megfelelő jogi engedélyeket be kellett szerezni úgy a tulajdonos önkormányzatnak, mint ahogy a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott kivitelezőnek is. Ugye itt megvannak szabva azok a jogi feltételek, lehetőségek, hogy hova lehet terelni a forgalmat. Ugye természetesen, ahogy valamikor a kerékpárút előtti időkben is volt, a forgalom a Kisújszállási útra lesz terelve azokon a szakaszokon, ahol a felújítás éppen zajlik. Várhatóan néhány hetet fog időbe venni az a felújítás, úgyhogy addig kérnénk szépen a kerékpárosok türelmét, megértését, hiszen az ő érdekükben zajlik ez a felújítás. Kormányzati forrásból, amelyet egy kisvárosi program csomag keretében kaptunk meg, ebből a forrásból újul meg a Kisújszállási úti kerékpárút, illetve újulnak meg a betervezett további parkolók, tehát a katolikus templommal szembeni parkoló, a Kovács Mihály tagiskolával szembeni parkoló, és ebből szeretnénk rendbe tenni a Kossuth Lajos utcát, illetve az ott elhelyezkedő parkolókat. F. Kovács Sándor városunk és térségünk országgyűlési képviselője arról szólt, hogy kiemelten fontos az, hogy a város kerékpárútjai rendben legyenek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon forgalmas kerékpár útszakasz fog megújulni, amit már évek óta várunk, hiszen vannak aránylag tűrhető szakaszok, de a temetőnél keskeny is a kerékpárút, töredezett is. Nagyon sok olyan rész van, ami már a felújításra szorult. Hiszen ez a legrégibb kerékpárút egész Karcagon, és ahogy láthatjuk, a Madarasi úton, a Sugár úton kerékpárút épül. Én azt gondolom, hogy kétszer, háromszor annyi gépkocsi van a városban, mint néhány évvel ezelőtt volt, és egyre veszélyesebb kerékpárral közlekedni. Mindenképpen kell, hogy a kerékpárosok közlekedését segítsék ezek a kerékpárutak. Huba Imre, a Jászhegyi Szolnok megyei közgyűlés elnöke kiemelte, hogy a kerékpárút fejlesztések egyik célja, hogy rendezett bicikliutakon minél biztonságosabban tudjuk használni a települések kerékpárútjait. A legfontosabb talán az, hogy biztonságosabban lehessen használni a közlekedési útvonalainkat. Ez mind az autókra, mind pedig a kerékpárosokra nézve nagyon fontos, hiszen látjuk, hogy számos baleset történt az elmúlt időszakban, ami gépjármű és kerékpáros ütközésből adódott. Egyre több a gépjármű, egyre többen járnak és használják a személygépkocsikat, és azt látjuk, hogy megnőtt az a kritikus tömeg, aki kerékpárral szeretne járni, és ezeknek a feltételeknek az együttes biztosításával, ha a kerékpárutaknak a biztonságos elérését és azon való biztonságos közlekedést lehetővé tesszük, akkor az a sokat javítottunk a közlekedés várható biztonságán. Az is fontos, hogy sokan gyermekek elsősorban kerékpárral járnak iskolába, ez az egészség megőrzése szempontjából a szüleiknek is egyébként nagyon hasznos, és az idősebb korosztálynak is. Egészen addig, amíg valaki egészséget birtokában úgy tud kerékpározni, hogy megfelelő biztonságos útvonalak állnak rendelkezésre, ez mind a bevásárlást, mind az ügyek intézését, mind pedig az aktív szabadidő eltöltését is segíti. Ezért kötelességünk megóvni azokat az infrastruktúrákat, ami már rendelkezésre áll, és ott, ahol nincs, ott pedig már tervezzük, és a tervezést követően a források biztosításával a kivitelezésre is rendelkezésre áll az a lehetőség, ami mind a kerékpárút hálózat bővítését, mind a kerékpáros közlekedés, és egyáltalán a belterületi és a külterületi közlekedés biztonságát elősegíti. A Karcag Televízió vendége volt Hubai Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke. Az elnökkel a térségi beruházásokról, fejlesztésekről, a várható projektekről, az M4-es útról, a megyében megrendezésre kerülő programokról, az orosz-ukrán fegyveres konfliktusról és a közeledő országgyűlési választásokról beszélgettünk. Mai vendégünk Hubai Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat elnöke. Üdvözlöm, elnök urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, és köszöntöm én is a kedves tévénézőket. Számos beruházás, fejlesztés valósult meg a térségben az elmúlt időszakban. Emeljünk ki néhány fontosat közülük. Talán a legfontosabbnak azt gondolom, hogy az önkormányzati, az állami és a versenyszférát érintő fejlesztések fej mellett valósultak meg. Nagyon fontos, hogy olyan infrastruktúrával tudta kiszolgálni Jász-Nagykun Szolnok megye az önkormányzatait és a vállalkozásait, ami egyaránt kedvez az itt élő lakosságnak és a beruházások ösztönzésének.
Számos önkormányzati épület újult meg, mind energetikailag, mind pedig korszerűsödött a szolgáltatás. Itt ebben elsősorban a köznevelési intézményeket szeretném kiemelni, a bölcsödéket, óvodákat, iskolákat, és nagyon fontos, hogy most már következnek a szakképzési centrumok, és következnek azok az egyházi ingatlanok is, amik szintén akár a köznevelést, akár pedig a képzés, szakképzés szolgálják. Az útépítéseket szeretném még kiemelni, hiszen nagyon fontos, hogy a térségünk elérhetősége fejlődjön, és itt az M4-es három szakaszban átadott szakaszai most már 115 km hosszan eltávolodtak Budapesttől, elérték Jászlókun-Szolnok megyét, átlépték a megyehatárt, és hamarosan folytatódik az építés Törökszent Miklós és Karcag között, valamint Püspökladány és Berettyói falu között, így Nagykereki és Budapest között teljes lesz az M4-es hosszban, és az is nagyon fontos, hogy a 34-es számú főút felújítása is hamarosan tervezés alá kerül, és elindulnak a kivitelezési munkálatok, ami azért nagyon lényeges a térség szempontjából, mert egy összekötő és gyűjtő útról van szó. Egyrészt a 33-oson keresztül az M3-os és az M4-es közvetlen összeköttetését biztosítja, másrészt pedig a Tiszató térségnek turisztikai attrakcióit is közelebb hozza a nagy közönséghez. Emellett még szeretném megemlíteni azt is, hogy a jövő fejlesztési dokumentumai elkészültek, és ezek a fejlesztési dokumentumok hosszan, nem csak 5-6 évre egy ciklus végéig, hanem 15-20 évre kijelölik azt a nyomsávot, amely az önkormányzatok, az állami szféra és a vállalkozások kard-karba öltve fognak tudni tovább fejlődni. Melyek ezek, mit lehet róla tudni? Ez a Jászlókun-Szolnok megye 20-30 fejlesztési dokumentum, amit a pandémia alatt kénytelenek voltunk az online térben összeállítani, de köszönöm minden polgármesternek azt a segítséget és minden projektmenedzsernek azt a segítséget, amit a projektek összegyűjtésében és a stratégia hosszú távú célkitűzésének a megállapításában számunkra nyújtottak. Én a köznevelést további fontos lábának tekintem a megyének, hiszen a gyermekvállalási kedvet ösztönzi, hogyha a szülők a saját választásuk szerint tudják a gyerekeket elhelyezni bölcsödében, óvodában, és úgy tudnak visszatérni a munkavilágába, ahogy az a családnak és a család eltartóinak a legoptimálisabb. Az is nagyon fontos, hogy sokat korszerűsödött az oktatási intézményes színvonala. Ezzel jelentősen javult Jászlókun-Szolnok megyében a kompetencia, ami a mérések során azt is mutatja, hogy a megyénből származó középiskolák előkelő helyen végeznek az országos rangsorban. Szeretnénk, hogyha tágabb kitekintésben nem csak a Nagykunság, hanem együtt a Jászság és a Tiszazug is fejlődhetne Szolnok térségével, és ez a Debrecen Egyetemmel már van egy élő együttműködés, és az együttműködés ez a továbbiakban új szakok megjelenését fogja jelenteni a szolnoki kampuszon. Itt a vasútépítő, vasútmérnöki képzés és a gépész képzés az, ami a legfontosabb. Ugyanakkor látjuk, hogy a biztonságunk is egyre inkább felértékelődik, tehát a köznevelésbe is és a szakképzésbe is megjelenik a katonai típusú képzések egész sora, és olyan háttérképzéseket, olyan alapképzéseket tudnak elsajátítani a fiatalok, ami fölkészíti őket arra, hogy akár szerződéses vagy hivatásos katonaként folytatassák az életüket. A háború árnyékában sajnos mondhatjuk ezt, viszont egy hatalmas döntés előtt áll Magyarország, ugyanis április 3-án a gyermekvédelmi népszavazással egybekötött országgyűlési választásokat fog tartani az ország. Mi a tétje a választásoknak? Hogyan látja, elnök úr? Magyarország jövője a tétje, tehát nem pusztán egy választásról van szó, nem csak egy értékválasztásról van szó, hanem arról van szó, hogy szeretnénk-e megvédeni azokat a vívmányokat, amik látjuk, hogy Magyarországot mind gazdaságilag, mind társadalmilag megerősítették. Nyugat-Európában akár a háború hatásainak is betudható, de összeomlóban van az a fajta társadalmi szolidaritás, ami a különböző társadalmi rétegek egymáshoz való viszonyát mutatja. Egekben vannak az üzemanyagárak, egekben vannak az energiaárak, a rezsiköltségek és gyakorlatilag az emberek kezdenek létbizonytalanság szélére sodródni, és ez Magyarországon elképzelhetetlen. Amíg Magyarországon a Fidesz-KDNP vezeti az országot, addig arra lehet számítani, hogy az a fajta energetikai politika, ami az olcsóbb rezsiárakat lehetővé teszi Magyarországon, a családok felemelkedését, a gyermekvállalási kedv óriási erővel való megjelenését tovább segíti, és ezt a lendületet, a demográfiai hullámvölgyet is sikerül majd Magyarországnak legyőznie ezzel a lendülettel. Én azt gondolom, hogy enélkül a választás nélkül erre nem lenne lehetőségünk. Elnök úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen is. Kedves nézőink!
Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Media Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!